Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Szá Zoltán volnék. A mai videónkban szeretnénk nektek bemutatni, hogy milyen apróságok, ajándékok érkeztek a Nila Daganatos Gyermekekért Alapítvány részére és a kis családunknak. Engedjétek meg, hogy a sort Katival kezdjük, aki megint már két csomagot küldött. Ugye tudjátok, hogy mi is azért úgy osztjuk be az időt, illetve a felvételeket, hogy várunk, hogy kicsit több csomag érkezzen, mondjuk így, és Kati megint már két csomagot is küldött, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük neki ezúton is. Rengeteg mindent küldött megint csak, a gyerekeknek különböző édességeket küldött, amikben voltak cukrok, vitaminos kekszek, azoknak nagyon-nagyon örültünk, már adtunk is át ebből is, ezt mindig elmondjuk, hogy valamikor így kicsit később jön a videó, mint már adtunk át a gyerekeknek belőle dolgokat, kaptunk tőle tartós élelmiszereket, tusfürdőket is küldött a gyerekeknek, amikből szintén megint csak adtunk már át a gyerkőcöknek, és most megint csak Kati küldött ilyen kis húsvéti kis édességeket a gyerekeknek, amik pedig a napokban kerül átadásra, ugye húsvétra a gyerekeknek. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük az egész alapítvány és a gyerekek részére a rengeteg mindent, amit hétről hétre Kati mindig küldesz nekik. Nagyon szépen köszönjük, Kati. Igen, egyébként közeledik a húsvéti ünnep, vagy ünnepek, igen. Mert ugye több napos ünnepről van szó, egyébként elárulhatjuk nektek, egyébként ma péntek van, úgyhogy ezt a videót gyorsan meg is kell szerkeszteni, még ma szeretnénk ezt feltölteni, és akkor majd ünnepek után fogunk újra találkozni veletek. Igen, és engedjétek meg, hogy akkor elmondjuk nektek, hogy Kati Nilácskának milyen ajándékokat küldött. Kaptunk tőle, tudjátok már a tőle megszokott gyertyákat, az utánpótlás gyertyákat. Itt kétfélét is küldött, az egyik lila színű, ez a négy darabos hosszú gyertya. Csavaros, igen. A másik pedig, ezt most én mondom, az pedig aranyszínű, arany csillámporral. Igen, és képzeljétek el, hogy kaptunk tőle megint illatgyertyát is. Illatoztuk, és arra jutottunk, hogy ugye ez egy ilyen... Bocsánat. Illatoztuk, és arra jutottunk, hogy ugye mivel ez egy ilyen húsvéti, különleges gyertya, mi úgy érezzük, hogy ebbe a nárcisz, a jácint virágoknak az illata, illatkompozícióját lehet érezni, úgyhogy nagyon-nagyon finom illata van, úgyhogy tényleg köszönjük szépen, Kati, hogy ezt az illatgyertyát is elküldted, és természetesen azt is köszönjük, hogy Nilácskának külön kis húsvéti kis csomaggal készültél. Ugye ebbe több minden van ebbe a kis összeállításba, hát már az elejét, amit megláttunk rajta, a hatalmas rózsaszín pillangót. Rózsaszín? Nem lila? Lehet, hogy lila, vagy rózsaszín. Magentás, tehát, jó, oké. Jó, akkor mondjuk így, tehát tényleg nagyon szép színe van, kifejezetten nílás színű, mondjuk így akkor, jó. Tényleg gyönyörű, és ebbe a kis csomagocskába Kati tett mézes kalács sütiket, amit képzeljétek el, hogy ilyen húsvéti formájúak, ugye? Tehát, megmondom őszintén, nem tudom, hogy ez kifejezetten mézes kalács sütemény-e. Mi arra gondoltunk, lehet, hogy abból a tésztából készül, és igen, egyébként húsvétre jellemzően van benne nyuszi, tyukocska, egy gyönyörű szívecske is, egyébként szerintem azon ilyen valamilyen csokoládéval van díszítve. Igen, dísz, tényleg minta is van rajt. És még kaptunk bele húsvéti tojásokat is, ugye ezeket a kis dísztojásokat, amiket fel fogunk használni itthon ilyen kis díszítő elemként. Ugye Nilácskához oda fogjuk tenni ezeket a díszeket. Valamint, egy pillanat, mielőtt tovább megyünk, most bemutatunk valamit, egy bevágás, volt egy kis baki, miközben csináltuk a fényképeket Hajnival. Ugye eldőlt ez a... mert egyébként egy csokorba van fűzve. Igen, ugye, tényleg. Ez a mézes, kalács, tojás kombináció. Igen. És
Hát itt tényleg egy kicsit nem tört el ügyetlen. semmi. Nem, tényleg, úgyhogy azt azért hozzáteszünk, hogy minden épségben marad. Úgyhogy mindent köszönünk, Kati, a saját és az egész alapítvány és a gyerekek nevében. Nagyon szépen köszönjük, Kati. A következő felajánlott csomag Mónitól és Zoltántól érkezett. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, mert tényleg megleptek minket egy olyan húsvéti összeállítással, amiben, és előre elnézést kérünk, hogyha valamit kihagytunk, de próbáljuk így úgy elmondani, hogy mindent elmondjunk nektek is, és bemutassunk. Ebbe a csomagban rengeteg húsvéti kis ajándék volt a gyerekek részére, mindenféle kis játék, kártyajáték, memóriajáték, foglalkoztató füzetek, sima kis füzetek, könyvek, hozzájuk ceruzák, hegyzők, radírok, ugye azok is nagyon szép kis radírok voltak benne, matricák, és Móniék küldtek olyan kis tojásokat, hungarocell tojásokat is, amiket majd a gyerekek ki tudnak díszíteni a hát sajnos a kórházban létük idejük alatt, aminek hát tényleg nagyon örülünk, és biztos, hogy ők is fognak örülni nekik, hiszen ez egy kis időtöltés, egy kis együttlét a szülőkkel, hogy hogyan készülnek a kórházon belül ők is a húsvétra, és ezek mellé a kis játékok, meg mindenféle apróságok mellé még édességeket is küldtek, különböző ilyen kis húsvéti édességeket, és hozzátesszük, hogy egészséges, ugye? Vitaminos, mondjuk azt. Igen, tehát mindenféle vannak mentes dolgok, amiket úgy válogatott össze Móni és Zoltán. Gluténmentes, cukormentes. Igen, laktózmentes, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, nagyon köszönjük. És van is olyan gyerkőc, akinek kifejezetten ezeket az édességeket tudjuk átadni, hiszen szegénykém nem elég neki a nagyobb betegsége mellette még több minden tényezőre is figyelni kell a szülőknek, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Móni és Zoltán, és engedjétek meg, hogy megköszönjük a részünkre küldött apróságokat is, mondom én először, hogy én mit kaptam. Én egy kis rózsaszín kis virágos kis táskába, kis tatyóba, úgy mondtuk rá, különböző kis húsvéti kis édességeket rejtett Móni és Zoltán, van benne egy kis csibe is, és mellé kaptam egy pöttyös tyúkocskát, amit fel is lehet akasztani, úgyhogy ez is egy ilyen kis húsvéti kompozíció, aminek nagyon-nagyon örülök, és köszönöm szépen a részemre küldött meglepetést. Én szintén majdhogy nem ugyanezt kaptam, viszont az én tatyócskámon nem virágok szerepelnek, hanem pillangó, valamint nem tyúkocskát kaptam, hanem egy, és majdnem azt mondtam, hogy kockás fülű nyuszit, de ugye le volt írva, hogy ez nem a kockás fülű nyúl, hanem egy sima nyuszi. Így van, egy sima kis kockás. És egyébként szerintem az enyém a sokkal szebb, mint a hajné. Gondoltam, hogy ezt elmondod. Igen, mert mondtad neki, amikor megérkezett. Nagyon aranyos a nyuszi, nekem nagyon tetszik egyébként, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és természetesen köszönjük szépen Nélácskának az ajándékát is. Külön dobozba helyezték el, amire Móni ráírt a Néla nevét. Kis matricát is ragasztott rá, és a csomagon belül pedig volt egy kis gyertya, nem is olyan pici, amin képzeljétek el, hogy mi Nélával csak úgy hívtuk, hogy az a szász virág, és százszor szépről van szó, és ezen a gyertyán százszor szép virágos kert, virágos rét van, ami tele van kis pillangókkal, ugye, hogy repkednek ezeken a kis virágokon, úgyhogy köszönjük szépen, mert tényleg Móni, lehet, hogy akarva, akaratlanul, de tényleg megleptél minket ezzel a kis százvirágos gyertyával, köszönjük szépen. És mellé még Móni leírta nekünk levélben, hogy egy angyalkát is küldött Nilácskának, amit egy beteg néni készített. Azt hiszem, 4 órán keresztül varta. Nagyon szépen köszönjük tényleg. Nagyon jó érzéssel tölt el minket, hogy
más is így emlékezik, ugye a mi kis hercegnőnkre, és megleptél bennünk, illetve megleptetek minket ezzel a gyönyörű ajándékkal, és még mellé még egy kis pici kis tojás, rózsaszín kis tojás csoki is. Igen. Volt a kis dobozkába, úgyhogy mindent nagyon szépen köszönünk nektek. Nagyon szépen köszönjük, és a beteg néninek természetesen mielőbbi jobbulást kívánunk. Murányinétől érkezett, azért így mondjuk ki a nevét, és reméljük, hogy nem haragszik meg érte, mert a keresztneve ugye sajnos a dobozon nem volt feltüntetve. Pedig de... nagyon ismerős a név egyébként. Igen. A kommentekben is szoktuk látni, és nem ugrik be a keresztnév sajnos, úgyhogy ez még bocsánatot kérünk. Elnézést kérünk, igen, de nagyon-nagyon szépen köszönjük az alapítvány részére küldött csomagot, amiben gyerekruhákat tett, táskákat, különböző édességeket, amiknek hát tényleg szívből örülünk és köszönjük szépen, és mellé még képzeljétek el, hogy Murányinétől kaptunk egy kifejezetten húsvéti tojásfestő készletet, amit át is fogunk adni, meg is van, hogy melyik kis hercegnő fogja megkapni. Igen, egyébként ma nagyon kell sietnünk, mert vagy ma, vagy holnap át tudjuk adni a húsvétra készített csomagokat. Jaj, de szépen mondtam. Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük tényleg ezúton is. És akkor elnézést, hogy a keresztneveden nem tudtunk szólítani, de akkor Murányinénak köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. A határon túlról is, túlról, jó. Jakója. A határon túlról is érkezett hozzánk csomag, Irenától. Igen, Irena megint csak egy olyan csomagot állított össze, amiben a gyerekeknek különböző édességeket tett, és ő is ráírta, hogy egészséges, vagy hogy vitaminos valami. Igen, ilyesmi. Vitaminos édesség, ugye még gondolom, azt is, hogy... nem cukros. Igen, igen, meg biztos megvan, mert azt hiszem talán azt is odaírta, hogy 3 éves kor felett lehet ezeket a kis vitaminos édességeket a gyerekeknek fogyasztani, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a nevükben is ezt a sok finomságot, és nagyon szépen köszönjük a részünkre küldött
mindenféle tényleg meglepetést, mert tényleg megleptél vele minket. Itt akkor megint én kezdem, hogy persze, én mit nyugodtan kaptam, jó? Én képzeljétek el, hogy Irenától kaptam egy fából készült welcome feliratos, hát mi úgy gondoltuk, hogy az ajtóhoz lehet ezt felakasztani, egy ilyen kis dísz, amin három fa szívecske is van, és Irena ráírta hármunk nevét, úgyhogy ezt külön köszönjük, hogy tényleg már így küldted el, hogy rá is írtad a nevünket, hát nagyon-nagyon örülünk neki, és természetesen fel is fogjuk tenni oda az ajtóhoz, hogy aki érkezik hozzánk, az lássa, hogy ez a mi hármas házunk, úgyhogy köszönjük szépen. És nem utolsó sorban egyébként pillangó minta is található ezen a welcome feliraton. Ugye ennek a fa keret sarkain. Igen, igen, tényleg van rajt mindkét oldalon pillangó is. Úgyhogy tényleg majdnem elfelejtettem, köszönöm, hogy ezt így eszembe jutottad. Köszönöm szépen neked, Irena, nagyon kedves vagy. Én is kaptam egyébként egy ajándékot, amit a szabadba lehet elhelyezni. Mi úgy döntöttünk Hajnival, hogy vagy a, tudjátok, amit csináltunk, N betűs követ, vagy a beton szívhez fogjuk ezt leszúrni. Egyébként ez egy napelemes szolárlámpa, ami egyébként bekapcsolva színváltós, és egyszerűen csak bekapcsolva fogjuk hagyni, napközben fel lesz majd töltve, ugye a nap által, és akkor éjjelente, bár nem tudjuk, hogy hány órán keresztül fog világítani, majd lehet, hogy én le is fogom tesztelni, hogy mondjuk kimegyek ilyen fél óránként, azért kíváncsi vagyok, meddig fog világítani, és akkor az ott szépen tud majd ott vagy a szívnél, vagy ugye az N betűs kőnél ott szépen világítani. Igen. Egyébként nagyon tetszik, köszönjük szépen. Ó, lehet, hogy nem is mondtam, ki is van vágva, ugye a lámpába, bele van marva pillangó minta. Igen, tényleg, hát gyönyörű itt, ahogy kipróbáltuk bele, már bent is nagyon-nagyon szép. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. És köszönjük szépen Nélácskának küldött ajándékaidat. Ugye Irena is tudja azt, hogy kis tojásfát tavaly bemutattuk, akkor az volt a kis húsvéti meglepetésünk, illetve köszöntünk nektek, hogy akkor megmutattuk itt, hogy Nélácskának milyen kis tojásfát készítettünk, és erre a tojásfára küldött Irena különböző rózsaszín, mert ugye ő is látta, hogy rózsaszín ez az összeállítás, és rózsaszín kis felakasztható kis tojásokat kaptunk tőle, illetve hát Nélácska, mindhárman, pillangókat is, azoknak is nagyon-nagyon örülünk, ezt is meg fogjuk csinálni, és ki fogjuk ezt így díszíteni, és még külön kaptunk kettő, olyan, mintha tojás lenne, de mégse, és nyuszi formára van megcsinálva, hát nagyon aranyos, és ezt igen is így fel lehet akasztani, ugye? Hát ennek is nagyon örülünk, és ezt is fel fogjuk tenni erre a kis tojáspára, amit elkészítünk. Köszönjük szépen, Irena, ezt is. És még itt nincs vége a dolgoknak, mert Irena a kicsit bővebb 100 családnak is küldött meglepetéseket papának, mamának és Jennynek. Papa kapott az autójába egy illatosítót, mama kapott egy kis fa tyúkocskát, igen. Jenny pedig egy fából készült nyuszit, és át fogjuk adni, még nem adtuk át, hanem mondtuk vasárnap. Igen, igen, hogy akkor húsvétot megvárjuk, és akkor fogjuk átadni Irena a nevet. Hopp, várj, de ezt a videót ma szeretnénk feltölteni. Akkor így lesz most a meglepetés a mamáéknak. Nem előbb kapják meg, hanem előbb látják a videót, és utána fogják majd átvenni az ajándékaidat. Így is fognak neki örülni. Abban biztosak vagyunk, igen. Szívből köszönjük, Irena, tényleg mindenfélét, amit küldtél a gyerekeknek, és a kisebb és nagyobb családunknak is. Nagyon szépen köszönjük, Irena. És így a videónk végéhez érkezve, engedjétek meg, hogy megint csak elmondjuk, hogy papától, mamától és Jennytől is kaptunk, bocsánat, már kimondani is nehéz, ajándékokat húsvétra Nélácskának. Mikor megláttuk tegnap, amikor mamáik átadták, hát egyből teljesen összeszorult a szívünk,
egymásba borultunk és sírtunk. Egy nagyon szép kis meglepetéssel készültek, felakasztható kis nyuszis házat kaptunk tőlük, amiben Nélácskának a fényképe van, és puszit küld. Az a fotó az talán karácsonyi fotó lehetett, ha jól emlékszem, ugye, amikor van Mélán egy ilyen karácsonyi segítsajni. Hajpánt a kis fején. Igen. Nagyon szépen köszönjük mama, papa és Jenny, hogy ezzel az ajándékkal megleptetek minket. Nagyon örültünk a többinek is, hiszen kaptunk még tőlük tojás formájú és nyuszi formájú kis felakasztható díszeket. Meg itt is látható egy-két dísz, szintén Angi mamáiktól van. Igen, ők készítették, de hát az a leggyönyörűbb. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük tényleg papának, mamának és Jennynek is a megemlékezést. Így van, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. És igazándiból a mai videónk végén engedjétek meg, hogy mindannyiótoknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánjunk. Reméljük, hogy mindenkit jó egészségben találnak az ünnepek, meghittségben és boldogságban töltitek el családotokkal. Így van, egyetek nagyon finomakat és nevessetek nagyon nagyokat. Köszönjük szépen, hogy a mai videónkat is végignéztétek, várjuk továbbra is bármi nemű felajánlásaitokat, legyen az csomag formájában, anyagi formában, bármely bankszámlára, ugye a videó alján megtalálhatjátok az információkat, de ha bármi kérdésetek van, bármilyen módon felvehetitek velünk a kapcsolatot. Köszönjük szépen tényleg még egyszer mindenkinek azt, hogy a mai videónkat is végignéztétek. Várjuk továbbra is a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat. Ez a mai videónk, ez ennyi lett volna. Sziasztok, én Hajni voltam. Én pedig Szent Zoltán. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjátok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok, sziasztok! Sziasztok! És kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk. Igen, kellemes húsvéti ünnepeket.